Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Acél Réka vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Jelölt állítás, szavazók listája, ajánlások. A pécsi időközi választásról kérdeztük a jegyzőt. Kertváros és Pécs fejlődése a tét. A megfelelő jelöltet indítják a politikus szerint. 53 millió forintból újult meg az orvosi rendelő. Fejlesztése a Baranyai Szent Lászlón. Megnyílt Keserű Ilona és Kun Fruzsina kiállítása. A páros tárlata Múzeum Galériában látható Pécsen. Már 4 jelölt van a pécsi 15-ös választókerületben, azonban még várják az indulni vágyókat a határidőig. Jelenleg a jelölt állítási folyamat zajlik, ennek zárása után véglegesítik a szavazólapot. Ez a Nemzeti Választási Iroda oldala, ahol már szerepelnek azok a képviselőjelöltek, akikre szavazhatnak a pécsi 15-ös választókerületben élők. Azonban a lista még nem végleges. 4 jelölt vett át ajánlóíveket, és mind a 4 esetben az ajánlóívek a megfelelő számú érvényes ajánlással kitöltve hiánytalanul visszajuttatásra kerültek a választási iroda részére. Ilyen módon a mai napon a helyi választási bizottság 4 jelöltet nyilvántartásba vett. A 4-ből 3 jelölt az jelölő szervezet képviseletében indul, még a 4. az egyéni független jelöltként méretteti meg magát. A jelöltállítási időszak még csak most kezdődött, egészen augusztus 19-ig, ami egy hétfői nap, a hosszú hétvégére eső hétfői nap, eddig fog tartani. Akkor zárul az indulók névsora. Augusztus 19-e után az ajánlóíveket összesítik, hogy tényleg megkapták-e a szükséges számú aláírást a választóktól. Majd ha ez kész, akkor sorsolás alapján döntik el, hogy milyen sorrendben kerülnek fel a jelöltek a szavazólapokra. A törvény szabályozza azt is, hogy kik voksolhatnak majd az időközén. Főszabály, hogy nincs átjelentkezés. Azok a polgárok, akiknek az ország más területén, vagy akár a város más területén már nincsen állandó lakcímük, azt felszámolják, és Pécsen a 15-ös számú egyéni választókerület területén létesítenek lakcímet, ők bekerülnek, akár újonnan is rákerülhetnek a névjegyzékre, de az a lehetőség az időközi választáson nem járható, hogy a polgárnak van állandó lakcíme, és egyébként a választókerület területén tartózkodik a szavazásnapján, vagy ott ideiglenes lakcímmel tartózkodási helyjel kíván szavazni, tehát csak a választókerületben állandó lakcímmel rendelkező állandó lakosok bírnak választási jogosultsággal. A választók listáját szeptember 20-án zárják le. Aki ezen szerepel, szavazhat szeptember 22-én. Jelenleg még a jelöltállítási folyamatban vagyunk, augusztus 19-éig. Aki indulni szeretne, annak 66 érvényes ajánlóévet kell összegyűjtenie ehhez a határidőig. Jelenleg a nyilvántartás szerint 6542-en voksolhatnak majd az időközi választáson Pécsen. Komoly feladat vár a győztes képviselőre a pécsi 15-ös választókerületben, ezért támogatják a legalkalmasabb indulót, mondja a városi Fidesz frakcióvezetője. Mint ismert, Kővári János a jobboldal közös jelöltje. Csizmadia Péter szerint a város részre és egész Pécsre kedvező hatással lehet, ha nyer a nemzeti oldal az időközi választáson. Alkalmas és jól jelöltet támogatnak a pécsi 15-ös választókerületben, mondja a városi Fidesz szervezet nevében Csizmadia Péter. Az önkormányzati képviselő szerint Kővári János képes a kertvárosi körzet problémáinak megoldására. Mi Jánost nagyon jó szívvel tudjuk ajánlani a kertvárosiaknak, hiszen a választásnak a valódi tétje nem más, nem változott június 9-e óta. Tehát vagy a baloldali jelölt nyer, akit nem is ismernek ebben a körzetben, gyakorlatilag 5 év alatt elégtelen teljesítményt nyújtott, vagy pedig lehetőséget adnak egy olyan képviselőnek, a mi jelöltünknek, aki mind szakmailag, mind emberileg alkalmas arra, hogy jó gazdája, jó vezetője legyen ennek a kerületnek, és hogy ami ennél is fontosabb, egy közösségszervező partnere legyen az itt lakóknak. Egy olyan személy, akire mindig számíthatnak. Ráadásul az időközi választás tétje óriási az egész város szempontjából, mondja a politikus. Mégpedig az, ami szintén nem változott
nem változott június 9-e óta, ez pedig nem más, mint hogy egy szűk baloldali érdekkör tud politikát csinálni Pécsen, és ők vihetik tovább a városrész, illetve a városügyeit, vagy pedig egy a pécsiek érdekét szolgáló, az átlátható gazdálkodást és egy becsületes, a pécsiek érdekében politizáló városvezetés tud elindulni a következő időszakban, és tud többséget alkotni a pécsi városházi közgyűlésben. Mi ez utóbbira kérjük, hogy szavazzanak a pécsiek, szavazzanak az itt lakók. Csizmadia Péter szerint Kertvárosban az elmúlt időszakban alapvetően sokasodtak a problémák, amelyek abból adottak, hogy a baloldali városvezetés nem fordított kellő figyelmet erre a városrészre. A képviselő abban bízik, hogy októbertől a Patyomkin beruházások helyett nekiállhatnak végre egy nyugodt városépítő munkának. A választás tétje, hogy ne 30 milliós zebrákat építsünk, hanem közösséget és várost építsünk, és egy jó kertvárost építsünk. Zárjuk le ezt a kudarcos, zavaros időszakot, amelyben a kertvárosiak nem számíthattak a képviselőikre, és nyissunk egy új fejezetet, egy tiszta lapot, amelyben mi azt vállaljuk, hogy odafigyelünk minden itt élő, minden problémájára, és egész Pécset egy fejlődő és biztonságos pályára fogjuk állítani. A KDNP Fidesz ÖPE közös jelöltje, Kővári János már összegyűjtötte a választókerületben az induláshoz szükséges ajánlásokat. Az időközi választást szeptember 22-én tartják a pécsi 15-ös számú választókerületben. Rövid híreink következnek. Szerdáig lehet benyújtani a jelentkezést a pótfelvételi eljárásban elektronikusan a felvi.hu felületén keresztül, közölte az Oktatási Hivatal kedden. A közlemény szerint a július 30-án indult pótfelvételi eljárásban idén is több mint 8000 állami ösztöndíjas helyet hirdettek meg az intézmények. Emlékeztettek, hogy a pótfelvételin azok jelentkezhetnek, akik az idei általános felvételi eljárásban nem sikerült a felvételiük. Hozzátették, hogy a pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehet jelentkezni. A jelentkezésről minden további információ és tudnivaló megtalálható a www.felvi.hu felületén, írták, hozzáfűzve, hogy a felvételi döntés augusztus 29-én várható. Az ország és vármegye bérletek, illetve az azokra épülő új tarifarendszer kialakításának következő lépéseként fokozatosan a buszjáratokon is bevezetésre kerül a távolságtól függetlenül 300 forintos egységes helyjegy, amelyet a MÁV Volán csoport tavaly nyáron már a nem IC minőségű kocsikból álló, de helyjegyköteles vonatokon, illetve vonatrészeken is bevezetett. Ezzel a lépéssel könnyebben áttekinthetővé és egységesebbé válik a tarifarendszer. Ráadásul a legutóbbi frissítést követően, amikor a vasúttársaság okostelefon alkalmazásába is beépítésre került, az Emma nevű egységes menetrendi kereső és útvonaltervező szolgáltatás, most a MÁV abban is folytatódik a két szolgáltató integrációja. Ugyancsak a napokban elindult a Volán járatokra érvényes új választható helyfoglalási rendszer is. Közel 53 millió forintból dújult meg az orvosi rendelő Szent Lászlón. A község önkormányzata és a Baranya vármegyei önkormányzat konzorciumban valósította meg a TOP Plus pályázat keretében a fejlesztést. Ennek során biztosítottá vált a térség lakossága számára egy európai környezetben az egészségügyi alapellátás. Energetikai korszerűsítés, nyilászárók és kazáncseréje történt, ami azt jelenti, hogy fa elgázosító kazán lett beszerelve puffertartállyal az orvosi rendelőbe Szent Lászlón. Ettől azt várják, hogy az épület fenntartási költségei jelentős mértékben csökkennek majd, mondta Pasztorek Zoltán polgármester. A számítások szerint például tűzifából úgy néz ki, hogy közel a fele mennyiség lesz elég ahhoz, hogy az épületet télen ki tudjuk fűteni, mint a korábbi években, úgyhogy ez mindenképpen azt mondom, hogy egy előrelépés. Továbbiakban egy mozgássérült WC került kialakításra bent, ez ugye korábban még sajnos nem volt meg, illetve hát az épületnek a teljes belső festése az megtörtént, ami szintén már azt mondom, hogy
10-12 éve biztos, hogy húzódott. Az 53 millió forintos Európai Uniós támogatás vissza nem térítendő és előre finanszírozott volt. A község önkormányzata és a Baranya vármegyei önkormányzat konzorciumban valósította meg a TOP Plus pályázat keretében a fejlesztést. Baranya vármegyében kiemelten kezeljük a szociális és egészségügyi ellátást végző intézményeknek a korszerűsítését és felújítását. Ennek keretében arról számolhatok be, hogy a már lezárult korábbi fejlesztési időszakban a 14-20-as időszakban 1,7 milliárd forintot tudtunk vármegyeszerte ilyen típusú fejlesztésekre fordítani, most pedig ennél jóval többet, mint egy 2 milliárd 450 millió forint állt rendelkezésre Baranyában, hogy a baranyai települések, orvosi rendelők, szociális funkciót betöltő ingatlanjai korszerűsítésére, felújítására pályázzanak. Ebből a közel 2,5 milliárd forintból vármegyeszerte igen sok helyen újultak meg az orvosi rendelők. Ennek egyik jó példája a nyugat-baranyai Szent László, ahol korszerű 21. századi környezetet teremtett orvosnak, egészségügyi személyzetnek, betegeknek egyaránt, tette hozzá vármegyei elnök. Arra törekszünk, hogy ezek az orvosi rendelők, amely megújulnak, térségi rendelőként is funkcionáljanak, így van ez Szent László esetén is, hiszen több mint 1400 beteget látnak el a megújult rendelőbe, a környéki településeiről is oda átjárnak, Boldogasszonyfáról, Antal szállásról, vagy éppen Terecsenyről is, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy mind az ott rendelő háziorvos, mind a betegek megelégedésére szolgál ez a beruházás ott Szent Lászlón és a vármegye más településein megvalósuló orvosi rendelő fejlesztések is. A beruházás hozzájárul az intézmény költséghatékonyabb működéséhez, jobb, modernebb működési környezet kialakításához és az épület akadálymentesítéséhez. Megnyílt Keserű Ilona és Kun Fruzsina páros kiállítása a Múzeum Galériában, Pécsen. A két alkotó kapcsolata hosszú évtizedekre nyúlik vissza, e mostani kiállítás pedig a két életmű közötti kötelék néhány elemére mutat rá. A nyár lesz tehát Tündöklő és Meleg című tárlattal augusztus 31-ig látogatható. Ha körülnézünk a kiállítótérben, jól látszik, hogy mindkét művész csodálatos színekkel dolgozik. Igazi kolorista festők, mondja Kocsis Katica kurátor, esztéta. Nagyon jól tudják használni ezeket a vibráló narancsokat, pirosakat, rózsaszíneket, és a koncepció leírásomban is az látszik, hogy azért mind a kettőjüket foglalkoztatja ez a látás, nem látás. Ugye az Ilona az utóképek sorozatában foglalkozik azzal, hogy mi az az utolsó látvány, ami a szemhéjunkon megjelenik, hogyha így mondjuk sokáig nézünk egy éles fénybe, és utána mondjuk becsukjuk a szemünket, akkor egy pillanatra még látunk ilyen utóképeket. A Fruzsit pedig foglalkoztatja azt, hogy mi az a, hogyha elkezdünk befelé nézni, melyek azok a dimenzióink, ami mondjuk nem látható kifelé, de hogyha haladunk befelé, akkor az úgy, tehát hogy ez a befelé figyelés, és hogy hogyan lehet ezeket a nem látható dimenziókat vizuálisan is megjeleníteni. Jellemző napjainkban, hogy párosra mutatkoznak be alkotók. Nagyon izgalmas megtalálni két művész között a közös hangokat, teszi hozzá a kurátor. Ez ugye nem jelenti azt, hogy hatnak egymásra direkt módon, vagy szándékosan mondjuk egy felé halad a pályájuk, viszont kurátorként lehet, vagy akár esztétaként, vagy művészetörnészként lehet felfedezni hasonlóságokat, és amiatt nagyon izgalmas így egymás mellett megmutatni két életművet. A kiállítás anyagából kitűnik, Keserű Ilona varázslatosan sokszínű életműve, hogyan inspirálta a formák, a vonalak, a képépítés és a színek szintjén Kun Fruzsina alkotói hangját. Hát, ami a gondolat mentén elkezdtem dolgozni, ez a nem tisztán látás volt, amit többféleképpen meg lehet közelíteni, hogy valaki nem lát az időtől, hogy már régen történt, vagy nem tudom, engem azért zavart, hogy nem láttam, amit a pók lát a falon gyerekkoromban, vagy nagyon rossz volt a szemüvegem, szóval nagyon sokféle, de engem maga az érzés érdekelt. Ez a, amit én úgy képzelek el, amiről kiderült, hogy sok mindenki nem csinálja, hogy egy ilyen felfújt színes lufiba, én gyerekkoromban rendszeresen belefúrtam az arcomat a lufikba, és egyébként egy nagyon, nagyon szép ilyen rózsaszín, vagy lehetőleg az, és ilyen fura hangok vannak, viszont hát rövid ideig tart, mert elkezdesz fulladni, és hát veszélyes is, mert már bármikor szétpukkanhatsz. Ez az ambivalens érzés, amit szeretnék megjeleníteni. De aztán ahogy
telt az idő, úgy lettek a képeim valahogy egyre pirosabbak, meg rózsaszínek, ami nem szándékos volt, vagy szándékos volt, mert azt kívánkozott oda. És tulajdonképpen átfordult egy ilyen befelé belső világ, egy befelé fordulásba. A két alkotó kapcsolata hosszú évtizedekre nyúlik vissza, e mostani kiállítás pedig a két életmű közötti kötelék néhány elemére mutat rá. A művek belső szférákba, lírai dimenziókba, vagy éppen a szem mögötti tartományokba vezetik a nézőt, láthatóvá teszik a láthatatlant. A nyár lesz tehát Tündöklő és meleg című tárlat augusztus 31-ig látogatható a Múzeum Galériában Pécsen. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Legyetek bátrak szlogennel október 19-én rendezik meg Pécsett az LMBTQ felvonulást, tették közzé a szervezők. A menet a 48-as térről indul délután 2 órakor, ám ezúttal nem a Tettye és nem is a Szent István tér, hanem a Széchenyi tér lesz a végállomás, azaz a pécsi történelmi belváros szíve. Az egész hetes fesztivál alatt rengeteg programmal, szemináriumokkal, workshopokkal, kerekasztal beszélgetésekkel és kulturális rendezvények készülnek, közölték a szervezők. A Mecsek Erdő ZRT látta vendégül a közelmúltban az Országos Erdőtanácsot, amelynek ülése után a 12 főből álló grémium tagjai ellátogattak az Állami Erdőgazdaság nemrég elkészült Abaligeti Magkezelő Központjába is. A Mecsek Erdő ismertetése szerint az Országos Erdőtanács a magyar kormány véleményező, javaslattevő tanácsadó testülete, amelynek legfőbb feladata az erdő védelmét és a fenntartható erdőgazdálkodást érintő aktuális kérdések megtárgyalása, az erdőgazdálkodás tudományos szakmai és széleskörű társadalmi megalapozása, valamint az erdőhöz fűződő érdekek közti összhang megteremtése. A régió híreivel folytatjuk. Idén is hatalmas érdeklődés jellemezte a hétvégén 35. alkalommal megtartott bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztivált Bonyhádon. A rendezvényre számos anyaországi és határon túli székelycsoport érkezett. Rengetegen látogattak ki a hétvégén Bonyhádra a 35. bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztiválra. A 3 napos rendezvény során különböző székelycsoportok közösen ünnepelték hagyományaikat. Én nyugodtan mondhatom, hogy itt szinte mindenki, aki itt van ma ezen a téren, és fellép majd ezen a színpadon, akár a ma délután, akár a holnap este folyamán, vagy vasárnap a szomszédoláskor, elmondhatja a másikról, hogy tudja ki ő, honnan jött. A fesztivál pénteki megnyitója után szombaton következett az idén is rendkívül látványosra sikerült utcai felvonulás. A csoportok a kaszinókertig vonultak. Magyarok mellett lengyelek és románok is érkeztek. Évek óta a legszebb része a fesztiválnak ez az utcai felvonulás, ahol a csoportok mindannyian részt vesznek, és igazából úgy csalogatják be az embereket ide a kaszinókertbe. Most is nagyon sokan voltak erre kíváncsiak, és hát reméljük, hogy az est folyamán, mivel jó idő van, nincs annyira meleg, még többen lesznek majd. A köszöntő beszédeket követően aztán kezdődhetett a fesztivál műsor, ahol több mint 20 csoport lépett színpadra. Jubileum, nem csak a fesztivál 35 éves jubileum, hanem a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének megalakulása, ami 35. évfordulója, ami számukra azt jelenti, hogy még nagyobb ünnep, mint bármelyik másik. A kerek évfordulót tekintjük a 35-öt is. Nagyon szerettünk volna nagyon ünnepélyessé tenni, nagyon színvonalassá, és mindent megtettünk azért, hogy az összes tagszervezetünk itt legyen, az összes egyesületünk föllépjen, hogy részese legyenek a fesztiválnak. Az erdélyi Csernakeresztúri együttes mindig nagy örömmel látogat Magyarországra. Ez egy tényleg egy olyan felemelő és olyan lélekmelegítő, mikor annyi ismerőssel találkozik az ember, és olyan valahogy boldogság fogja el az embernek a lelkét, hogy 30 év, ugye 30 év nem kevés, és 34 év óta mondjuk én és előttem való generációk is mind jöttek. Nagyon lélekmelegítő, úgy, ahogy mondtam.
Ezen túl az érdeklődők az örökség sátorban például székely népviseletes babákat tekintettek meg, a székely konyha sátorban pedig ízletes székely ételeket kóstolhattak. Másnap a vasárnapi szomszédoláson 8 különböző helyszínre is kilátogattak a székely csoportok. 32. alkalommal is megcsodálták az érdeklődők Tolnamözsön az akadályhajtást, tízlovaglást, vadászhajtást, ugyanis újra megtartották a mözsi lovasnapokat. A tradicionális verseny augusztus első hétvégén sem okozott csalódást a látogatóknak. Virág József, a Tolnamözsi Lovas Egyesület elnöke a szombati program sokszínűségéről tájékoztatott minket. A mai napon délelőtt, illetve délután a kettes fogatok vármegyei fordulójának az akadályhajtó versenyszámát látjuk, ami két fordulóval tevődik össze, valamint a délutánban még időbüntetéses akadályhajtás kerül megrendezésre, és este 8 órától pedig a kettes fogatok kombinált hajtó verseny, ami egyben pályaavató is. Ugyanis az éjszakai lovas sóra elkészült a pályavilágítása is. Még annyit hozzátennék az előzőhöz, hogy nem csak a kettes fogatoknak, hanem a póni ketteseknek és az egyes fogatoknak is minősítő versenyszám zajlik a mai napon. A lovas napok népszerűsége töretlen, hiszen a vasárnapi napra több mint 200 nevezés érkezett be. De én úgy gondolom, hogy ami tőlünk telhető volt, azt mi mindent megtettünk, hogy mindenki jól érezze magát, illetve a versenyzőknek is egy olyan pálya legyen, ami igenis egy felkészítő a további döntő versenyekre, illetve az országos döntőhöz, tehát mindenkinek a fejlődést szeretnénk biztosítani. Nagy Gréta fiatal versenyző póni C kategóriában mérette meg magát második alkalommal. Lovas családból érkezett, így nem meglepő, hogy előbb-utóbb ő is a versenyzők közé került. Korom is meg lett hozzá most már, vagyok annyi idős, hogy mehessek. Nagy lovakra is már D-be is hajtatok, D kategóriába, meg pónikra a C kategóriába. És így ugye elkezdtem már tavaly a bemutatóhajtásokat. A hangulatra a szeles augusztusi napokon sem lehetett panasz. Versenyzők és jószágok egyaránt örültek a hűvösebb időnek. 14 dél-balatoni borászat kínálja nedőit Balaton Lellén az idei immár 31. borfesztiválon. Továbbra is népszerűek a fehér és a gyöngyöző borok, de a pezsgők iránt is egyre nagyobb a kereslet. A borvidéken a korábbi évekhez képest 2-2,5 héttel korábban indult a szüret, hagyományosan a Csaba gyöngyével. Ezt követi az írsai olivér, majd a pezsgő alapoknak való szőlőt szüretelik Balaton Lelle és Balatonboglár térségében. Megtelt a balatonlellei rendezvénytér a borfesztivál megnyitójára. Idén 14 helyi és környékbeli pincészet kínálja itt nedűit. Az Irsay Oliver rozé még mindig sláger, emellett 5 fajta pezsgőnk már kóstolható itt a faházunkban. Itt szintén egy irsai és a királylánykánk és a klasszik pezsgőnk is nagyon piacos kelendő pezsgő. A borászok bizakodóak az idei termést tekintve, bár az elmúlt évekhez képest 2-2,5 héttel korábban indul a szüret a Dél-Balatonnál. Az, hogy egy kicsit korábban van, azt gondolom talán nem lesz probléma vele. A beltartalmi értékek, ami egyébként kérdéses, de szerintem abban sem lesz gond az idejében. Hát előbb végzünk a borászatba, úgyhogy hamarabb lesz egy ilyen kis őszi szünet, talán ezbe bizakodunk. A Csaba gyöngyét már leszették, a szüret az írsai olivérrel, majd a pezsgő alapoknak való szőlővel folytatódik a Dél-Balatonnál. A minőség azt gondolom nem lesz rossz, jó lesz, miután a szőlő egy kultúrnövény, és nagyon jól tűri az időjárás viszontagságait, milyen gyökerezik, tehát pillanatnyilag még aszálykáros szőlőültetvényekkel nem nagyon találkoztunk, ezáltal azt gondolom, hogy nem lesz rekordtermés a mennyiségbe, de a minőség az mindenképpen, azt hiszem, hogy ebbe az évben felülmúlja a tavait. A balatonlellei borhét a pincészetek nedői mellett vasárnapig kínál gasztronómiai különlegességeket, kulturális programokat és kézműves termékeket a rendezvénytérnél. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Jelölt állítás, szavazók listája, ajánlások. A pécsi időközi választásról kérdeztük a jegyzőt. Kertváros és Pécs fejlődése a tét. A megfelelő jelöltet indítják a politikus szerint. 53 millió forintból újult meg az orvosi rendelő. Fejlesztés a Baranyai Szent Lászlón. Megnyílt Keserű Ilona és Kun Fruzsina kiállítása. A páros tárlat a Múzeum Galériában látható Pécsen.
Szerdán túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből egy-egy gyenge zápor legfeljebb a nyugati határ közelében fordulhat elő, csak néhol élénkülhet meg a délies szél. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!